Bepakultunk kocsiban. Sziasztok, barátaim! És megyünk Szegedre tartani egy előadást, de közben beugrunk egyik repülőtérre, kicsit repülünk. Megyünk reptérre, ott vannak a gépek. Mutasd meg, Tibi! Ennek a gépek, és akkor repülünk egy kicsit. Megnézzünk az élményeket. Ugye lélek eredetileg tud repülni. Aztán ugye misztikus képesség, és mindenki akarja elérni, hogy repüljön. És akkor mi most kis misztikus képességgel fogunk repülni. Kis gépen. Jajcsuk. Hogy hívnak a pilotámat még egyszer? Fábián Gábor vagyok. Gábor a pilotánk. Thank you.
Túl vagyunk a Matkai puszta repülőtéren repülésen. Mivel lelkek vagyunk, akkor lélek is általában szabad, ő tud repülni, de most a test tudat miatt és a test megkorlátozza, és mostani repülést élményt lehet átélni csak akkor, hogyha felszállunk egy ilyen kisebb vagy nagyobb repülőgépre, és akkor átérzünk ezt az élményt. De amikor az ember felszabadul a testnek korlátjaitól, a test tudattól és a karmától, akkor korlátlan mennyiségben vehet részt ebbe az élménybe, hogy repül. Sőt, vannak ugye jógik, akik gépek nélkül repülnek bolygók között, egész univerzum belül. Vannak olyan repülőgépek is, ami védikus írásokban Puspa Vimánnak nevezik, ami szintén bolygók között is repülnek, most is léteznek ilyenek. A jógik a mantra segítségével bármilyen bolygóra tudnak elrepülni. Mi pedig mantra segítségével, úgyhogy felhívnak minket telefonon, mondják, gyere repülni a repülőtérre. Mi úgy tudjunk repülni, és kapni egy élményt, jó volt, de sokkal jobb, hogyha valaki leveszi ezeket a korlátokat, a testi korlátokat, meditáció és önismeret segítségével, akkor korlátlan repülős élmények lehetnének. Köszönöm szépen, Hare Krishna!